Tisztelt konferencia! Pázmány Péter Esztergomi érsek, a Római Katolikus Egyház bíborosa, egyházszervező politikai és diplomáciai tevékenysége, valamint írói működése révén a koraújkori Magyarország egyik legmeghatározóbb alakjává vált. Ennek köszönhetően élete és működése már a 19.-20. században felkeltette a történettudomány érdeklődését, és hogy a legnagyobbakat emeljem ki, Karácsony János, Hanui Ferenc és Fraknói Vilmos is foglalkozott az alakjával. Az elmúlt évtizedekben ismét fellendült a pázmánykutatás. Ennek két fő ága bontakozott ki. Egyiket talán irodalomtörténeti és teológiai ágnak lehetne nevezni, ez elsősorban a bíboros nevét viselő egyetem koordinálásában pázmány műveinek kutatását és kritikai kiadását végzi. A másik irány pázmány életére koncentrál, így vizsgálva a családi hátteret, az ifjú éveket, katolizálását, az érsekké való kinevezését, egyházkormányzati diplomáciai működését, például az 1632-es viharos római követjárást. E munka fókuszában Tusor Péter és az általa vezetett Fraknui Vilmos római történeti kutatócsoport áll. Pázmány identitásában, érzelmi és gondolatvilágában, a korban egyébként nem meglepő módon fontos helyet kapott családja, felmenőinek, atyafiainak sorsa, erről 1626-ban a következőképpen val. Idézem. 40 egész esztendeje lészen, mikor az Úristen engemet honyomból, azaz őseimnek örökségéből, ismerőimnek társaságából, atyafiságomnak nemzetségéből kegyelmesen kiszólíta, és egyházi állapotra választa. Soha azóta édes nevelő hazám feledékenységben nem volt előttem emlékezeted, sőt kívántam és kerestem abban módot, hogy velem való dajkálásaidat hálaadó szolgálattal valami részről megköszönjem, és benned lakozó atyám fiainak csekély értékem szerint kedveskedjem. Éppen ezért jelen előadásomban, e kutatáshoz csatlakozva kívánom bemutatni Pázmány Péter családja történetét, és ennek a történetnek pár olyan fontos szegmensét, amely meghatározta a család 16. századi történetét, valamint hatást gyakorolt az érsek gondolatvilágára, mindennapjaira. A Pázmány család a Hont Pázmány nemzetségből származott. Egy 1616-os levele szerint Pázmány is tudott familiája ősi származásáról. Idézem. Mert noha most az sok hadal között megaprósodott az Pázmány nemzetség, de azt megbizonyíthatom, hogy Szent István király idejétől fogva jószágos nemes emberek voltak elején. A család első okleveles említése 1319-ből származik, amikor is első Károly király, Pázmány István királyi udvari apróddal egy hadi próbán vívott meg, és valószínűleg kiütötte három fogát egy dárdával, és ezért a három fogért három falut kapott az említett apród. Az ezt követő közel másfél évszázadban a család több tagjával is találkozunk, ám a mozaikos adatok miatt egy egységes családfát e korai időkre még nem tudunk felvázolni. Azt láthatjuk, hogy a pázmányok magterülete Biharvár megye, ezen belül is a várattól nyugatra lévő Panasz nevű falu volt. Ez a falu 1598-ban török hadak miatt elpusztult, gyakorlatilag ma a a határ román oldalán áll, és a mai napig beépítetlen, tudom, a régészeti feltárása sem történt meg. A források a 15. század közepétől teszik lehetővé, hogy a leszármazási ágakat megismerhessük, sőt azt is megvizsgálhassuk, hogy milyen familiákkal áll vérségi kapcsolatban a család, hol helyezkedett el Bihar vármegye társadalmában. A családi levéltárak, peres iratai, levelezések és káptalani jelentések valamint egyéb dokumentumok segítségével nem csak Pázmány apai felmenőinek sorát, hanem anyai őseiket, a masszai, massai és felfalusi családot is jobban megismerhetjük, több új családtagot tudunk a családfán elhelyezni, és új rokoni szálakat is bemutatni. Most a, ezen a dián jól láthatjuk, hogy itt helyezkedik el Pázmány Péter a bíboros, és hogy visszamenően egészen az 1400-as évek közepéig milyen jól kirajzolódik a családfa, elsősorban az ősei, az oldalági leszármazottaknál is tovább tudnánk vinni a későbbi évszázadokra vonatkozóan a család történetét, ám mivel most pázmány kapcsán, az érsek kapcsán vizsgáljuk ezt a történetet, ezért erre nem teszünk jelen esetben kísérletet. Érdemes lehet még azt kiemelni, hogy ez csak Pázmány Jánosnál a család kétfelé ágazott, és itt következik a Pázmány Péter bíborosnak az ága, viszont Pázmány Gáspár az itt látható Pázmány Gáspár családját is elég jó, vagy leszármazottait is elég jó rekonstruálni tudjuk. Ez ugye nem fér sajnos bele egy ábrába. Ezt itt láthatjuk. És hát külön érdekesség, hogy Pázmány Péternek nem csak az atyai felmenőiket, hanem az anyai felmenőinek a genealógiáját is jól fel tudjuk rajzolni. Itt láthatjuk, hogy Pázmány Péter Bíborosnak, az édesapja Pázmány Miklós Masszai vagy Massai Margithoz ment hozzá, és ezzel egy nagyon-nagyon széles vagy nagyon nagy családhoz csatlakozott, rengeteg Massai gyermeket ismerünk, és világosan láthatjuk, hogy a Massaiak hogyan kapcsolódtak a szintén neves Felfalusi és a Cibak család, valamint a Csáki családhoz. Ha ránézünk erre a családfára, akkor viszonylag statikus képet láthatunk, és kevésbé tudunk egy-egy embert rajta pontosan körülírni. Viszont vannak olyan gyöngyszemek a levéltárakban, a jogiratokon kívül elsősorban levelezések, amelyek segítségével egy-egy alakot élőbbé tudunk tenni. Most például, csak hogy kiemeljek egyet, Pázmány Péter édesanyjának a testvére, Massai vagy Massai Anna volt, az ő férje Som, ö, Sombori László. Róla például Pázmány Péternek Rákóczi Györgyhöz írt leveléből ö, tudunk meg többet, idézem. Somborinak az felesége atyul-anyul egy volt az én anyámmal, Massai Margittal. Ott laktam, mint atyafi házánál, és minden belső dolgokat az erdélyi állapotban értettem. Most több ilyen megszólalásunk is van, ezek sokkal színesebbé tehetik ezeket a, a családfákat. Minden esetre az végig végignézve azt láthatjuk, hogy a pázmányok a 15-16. században Bihar vármegye grémiumában helyezkedtek el, és több fontos tisztséggel is bírtak. Például 1448-ban Pázmány Pál megyei követként indult Budára, majd 1470-ben, valamint 1480-81-ben, Pázmány András Bihari Alispánként szolgált, 1504-ben és 1508-ban Pázmány György, majd pedig 1548-ban a későbbi érsek hasonló nevű nagyapja Pázmány Péter követte a tisztségben. A család kiterjedt rokonsággal rendelkezett, erről nem csak az itt bemutatott családfák, hanem az érsek is megemlékezik, idézem, az anyám massai nemzet volt, és nagyanyám Csáki Miklós lánya, Ártándi Kelemen, Cibak Imre közel való atyafiai voltak atyámnak. Valóban, Pázmány János Péter dédapja Ártándi Balázs lányát, Katát vette feleségül. Az Ártándi családekor a Pázmányokhoz hasonló helyen állt a kor kornemesi társadalmában, ám Kata testvérei, Ártándi Pál és Balázs révén nagyon gyorsan az országos politika színpadára léptek, és az 1520-as évekre a köznemesség országos szószólóivá, vezetőivé váltak. Ekkor második Lajos király feleségének, Habsburg Máriának a köréhez tartoztak. Mikor a központi, hatalma, a központi hatalom megerősítése céljából, 1525-ben a Kecskeméti gyűlésen létrehozták a Kalandos Szövetséget, Ártándi Pál és Balázs is bekerült a tagok közé, és vitték rokonságukat is, így több bihari nemes mellett a későbbi érsek már előbb említett nagyapja, Pázmány Péter is bekerült ebbe a szövetségbe. Az ártándiak Mohács után Szapolyai János legbelsőbb hívei lettek. 1530-ban viszont mondhatni egy végzetes hibát követtek el, ugyanis nem támogatták a velencei kalandor Lodovikó Gritti kormányzói kinevezését, ezért a Gritti elfogadta, majd 1531. január 10-én Budán a király távollétében lefejeztette őket. Mindez testvérüket, Pázmány János feleségét Katát rázta meg leginkább. Ártándi Kata mérhetetlen bánata évtizedek múltán is élénken élt a jobbágyai emlékezetében, és ehhez egy 1582-ben felvett tanúvallomási jegyzőkönyv kitűnő forrást biztosít számunkra. A 62 tanút felvonultató iratban a jobbágyok amellett, hogy elmesélték, hogy Pázmány János, Ártándi Kata összeházasodott, valamint Katának, Pálnak és Balázsnak a testvéri mi voltáról is beszámoltak, nyilatkoztak arról is, hogy milyen viszonyban volt Kata és a Pázmány család az Ártándi fivérekkel. Idézem. Ártándi Kelemen, Pázmány Gáspár együtt ettök ittak, és hallottam, hogy mondták nekünk, ti jobbágyok összenevesszetek egymással, mert a hármat, négyet megölnek is ti bennetek, mi össze nem veszünk tiértettek, mert atyafiak vagyunk mi egymással. A két testvér halála is jó kibontakozik ezekben a forrásokban. Itt egy másik tanúvallomás azt írja, én jól ismertem Pázmány Jánosnél Ártándi Kata asszonyt, én nékem gyermekkoromban elég koszorút kötött, és jó jut eszembe, hogy egyszer erősen sír, jajgat vala, Ugyanaz földhöz veri magát, és én kérdeztem az anyámtól, miért sír, és azt mondta, hogy azért két bátyának vette király fejeket, és azért sír egyek volt velük. Szintén egy másik forrás kicsit rövidebben azt mondja, hogy az anyától azt is hallotta, hogy erősen harangoztatott szomajon Pázmány Jánosné, hogy az bátyainak fejét vette valaki rá. Erről az esetről később Pázmány Péter is megemlékezett, tehát jól láthatjuk például egy 1631-es levele révén, hogy ő is világosan tudott az ártándi testvérek elvesztéséről. Az ártándiak ezt követően mondhatni, hogy a történelem színpadáról lekerültek, a családhatalma lassan elenyészett, és a birtokaik felaprózottak. Mit láthatunk mindebből? A pázmányok és az ártándiak kapcsolatában az utóbbiak domináltak, és határozták meg a rokonság politikai mozgásának irányát, így került Pázmány Péter a kalandos szövetség tagjai közé. Ártándi Pál és Balázs bukását követően azonban a vezető szerep, a kivételes presztízs megsemmisült. Az ártándiak múltbéli szép emléké és a pázmányok hivatkozási alapjává váltak, és ezzel is származásuk előkelőségét igazolták. Tehát a rokonság politikai ügyekben együtt mozgott. Ezt láthatjuk pár évtizeddel később, az 1540-es, 50-es évtizedekben is. Ekkor a pázmányok, a keleti országrész, az éppen ekkor kialakulóban lévő későbbi erdélyi fejedelemség egyik, hanem a legfontosabb ő, politikusának, Fráter Györgynek a szolgálatában álltak. Ártándi Kata és Pázmány János gyermeke, Pázmány Péter például hírvívői feladatokat is ellátott, és ura 1551. december 17-ei halálára, hát mondhatni elég érdekesen reagált. Történt ugyanis, a szentszéki vizsgálatban olvashatunk arról, hogy a váradi vicekancellárius szerint a bíboros meggyilkolását követően Pázmány Péter bement a kincstárba, és egész éjszaka ott volt, majd társaival ö, hat lóval húzott szekéren is alig tudott elmenni. Nos hát a történet igazság tartalmát nem tudjuk jelenleg se megcáfolni, se igazolni. Az viszont tény, hogy rajta kívül testvére, Gáspár, valamint Ártándi Ke Kelemen is fráter familiárisa volt. Önkéntelenül merül fel a kérdés, miért álltak a pázmányok és az Ártándiak fráter György szolgálatába. Ennek fráter egyik legfontosabb egyházi tisztségéhez lehetett köze, a pálos barát váradi püspökként és örökös bihari ispánként Egyértelmű ura volt a két család rokonság és rokonság a szűkebb hazájának, Biharvár megyének, és valószínűleg ez készítette őket arra, hogy Fráter szolgálatába álljanak. A genealógiai kutatás másik érdekes hozadéka Pázmány Péter és a Betlen család rokonságának felderítése volt. Pázmány Péter és Betlen Gábor viszája régi, sokat emlegetett története a magyar koraújkornak. A kutatók általában vallási, politikai különbségekkel igyekeztek magyarázni kettejük ellentétét. Nyilvánvalóan a Kárpát-medence sorsa teljesen máshogy nézett ki Nagyszombatból és Gyulafehérvárból nézve. Az utóbbi időkben Tusor Péter foglalkozott újra a problémával, és kimutatta, hogy a későbbi érsek édesapja, Pázmány Mikros, alispántásával Bojti Balázsjal együtt kisebb vármegyei ügyekben már 1579-ben szembe került a későbbi erdély fejedelem apjával, Betlen Farkassa. Ezzel kapcsolatban arra jutott, hogy idézem, Pázmány és Betlen sokat vizsgált ellentmondásos kapcsolatának megértéséhez, atyaik ugyan halványan, ám mégis diagnosztizálható ellentétét, vagy legkevesebb ambivalens egymáshoz viszonyulását is érdemes figyelembe venni. Idézet vége. A két család kapcsolatának történetét azonban még korábbra tudjuk datálni. Láthattuk, hogy a század közepén a pázmányok György szolgálatában álltak, és ezt tekinthetjük az első összekötő kapocsnak. Történt ugyanis, hogy a Betlen család több tagja, Betlen Gábor és György, valamint rokonaik, Glésán László, János és Miklós is ugyanebben az időben láttak el szervitori szolgálatot a váradi püspök mellett. Létezik ezen kívül még egy eleddig felfedezetlen szál Pázmány Péter és Betlen Gábor családaik között. Tudni illik, Pázmány Péter a Betlenekkel anyai ágon, távoli rokoni kapcsolatban állt Cibak Ferenc lányai révén. Ahogy remélhetőleg a dián is látszik, nem egyszerű követni, de hogyha nézzük, akkor Pázmány Péter dédanyja, Ágnes testvérének lánya, Betlen János felesége volt, és ez a Betlen János volt a feleség nagyapjának a testvére. Tehát innen indulunk a történetben, és Pázmány Péternek az egyik őse, Cibak Ágnes volt a testvére annak a Cibak Margitnak, akinek a lánya Horvát Katalin Betlen Jánosnak a, fér... a felesége volt. Összességében elmondható, hogy Pázmány Péter olyan családból született, amely birtokai révén nem emelkedett ki Bihar vármegye köznemességének sorából, ám politikai tapasztalatokkal rendelkező, a vármegyei és némely esetben az országos politikában is járatos felmenőket is találunk köztük. Ősei Bihar vármegyében kiterjedt és fontos politikai döntésekben is együtt mozgó köznemesi rokonsággal bírtak. Láthattuk, hogy Pázmány János és Ártándi Kata házasságakor két azonos erejű család lépett vérségi kapcsolatban, ám az 1520-as évekre az Ántárdi familia országos léptékű családdá lépett elő. Ők határozták meg többek közt a rokonság politikai mozgásának irányait is. E felállás azonban az átándi testvérek 1531-es kivégzésével megváltozott, az átándiak jövője a kihalás, a pázmányoké pedig a felemelkedés lett. A pázmányok, ártándiak és betlenek együtt szolgáltak Fráter György szervitoraként. Eme évtizedek alatt fontos tapasztalatokat szerzett a család. Az oszmánok által János királyhoz küldött Lodovikó Gritti, Pázmány Péter dédanyja, Ártándi Kata családját tette tönkre. A következő Pázmány generáció az oszmánokkal való összejátszással vádolt, és ezért meggyilkolt Fráter familiárisa lett, ott keresve biztonságot és az előrelépés lehetőségét. E tervükben is csalódniuk kellett. Tegyük fel a kérdést. Vajon mindebből mit őrzött meg Pázmány fiatalkorára az emlékezet? Mennyiben befolyásolták a család múltbéli tapasztalatai az ifjú jezsuita világképét? Láthattuk, hogy Ártándi Kata fájdalmának emléke, amely félszáz évvel is az események után oly élő volt a jobbágyok emlékezetében, a bíboros korában is élő mementó maradt. Valószínűsíthetjük továbbá, hogy rokonaitól, családtagjaitól a pázmányok egykori urának a törökkel való összejátszásért elveszejtett bíborosnak a históriáját is ismerte. Talán nem tévedünk, ha megkockáztatjuk, hogy a e két negatív példa a törökkel való összefogást, együttműködést illetően Pázmány Péterre erős hatást gyakorolt. Ehhez csatlakozhatott szülőfaluja, panasz 1598-as oszmánok általi elpusztítása, amelyet szintén a törökök számlájára írt. Mindez pedig hatással lehetett későbbi erős török ellenes hozzáállása kialakulásában. Genealógiai vizsgálatunk másik fontos megállapítása Pázmány Péter és Betlen Gábor viszonyának hátterét volt hivatott tovább árnyalni. Láthattuk, hogy a pázmányok és betlenek kapcsolata korábbi fejezetekkel is bővíthető, ugyanis mindkét család egy időben vállalt szervitori szerepet Frátergyőr szolgálatában. Ezen kívül bebizonyítható, hogy pázmány Péter anyai ágon rokoni kapcsolatban állt a betlen családdal, és ez további színnel gazdagítja az amúgy sem fekete-fehér palettát végül bizonyos rokoni viszonyok tisztázásával, valamint az eddig ismeretlen családtagok felfedezésével tovább tudjuk pontosítani, bővíteni az én már 451 éve született Pázmány Péter családfáját, és ezáltal jobban átlátjuk a bíboros rokonságának kiterjedését és őseinek históriáját is. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!